Szeretettel köszöntöm én is Önöket, köszöntelek titeket, és egy óriási öröm számomra, hogy ez a mai rendezvény megvalósul, és a mai napot együtt tudjuk tölteni. Külön szeretném megköszönni az egész éves munkáját Kónyi Kis Botonnak, aki rengeteg apró munkát, rengeteg beszélgetést, rengeteg adminisztrációt, rengeteg intellektuális kihívást is megoldott azért, hogy ez a mai nap létrejöhessen, és szeretném szintén megköszönni Szakács Árpád főtanácsadómnak, aki szintén itt van körünkben, hogy segíti a munkámat, és kifejezetten az értelmiség szervezését, a Mi Hazánk mozgalom körül, ebben nagyon nagy segítségemre van Árpád is, őket, kettőjüket a mai rendezvény kapcsán mindenképpen ki szerettem volna emelni. A pártunk életében eljött az az idő, amikor parlamenti frakcióval rendelkezünk. Ugye a 2018-as alapítás után elsősorban az első években magát a párt szervezetet kellett létrehoznunk ahhoz, hogy egyáltalán komoly politikai tényezővé válhassunk. A tavalyi választásokon ugyanakkor bekerültünk, hála a választóknak és az isteni gondviselésnek az országgyűlésbe, és el tudtuk kezdeni azt a munkát, amely most már sokkal inkább megkívánja az értelmiség megszervezését is, hiszen szakmai javaslatokkal, parlamenti indítványokkal kell éljünk, és felelős, komolyan vehető ellenzéki pártként veszünk részt a közéletben, amihez elengedhetetlen, legalábbis számunkra, hogy olyan emberek véleményét, tapasztalatait, tudását becsatornázzuk a magyar közéletbe, akik a saját szakterületükön kiemelkedőt alkottak, és ezért kezdtük el ezt a munkát megszervezni, és ennek az első nagyobb szabású állomása a mai nap, a mai rendezvény. Ezért is köszönöm szépen mindenkinek, hogy ezen részt vesznek, részt vesztek. Fontos hangsúlyozni azt, hogy ez sokkal inkább túlmutat egy pártnak a keretein, tehát nem arról van szó, hogy mi a saját pártpolitikai céljainkat szeretnénk ezáltal előbbre vinni, hanem a magyar nemzetért, a magyar jövőért való aggódás és az ez iránti elköteleződés az, ami vezet bennünket, tehát nem szeretnénk itt pártakkönyveket osztogatni senkinek, hanem azt szeretnénk, hogy a hasonló gondolkodású, hasonló értékrenddel bíró embereknek az építő energiái megjelenjenek a közéletben, és egyfajta otthont tudjunk létrehozni ezeknek a szakmai fórumoknak, ezáltal a mai nap által is, illetve a későbbiekben remélem, hogy rendszeresen tudunk hasonló találkozókat tartani. Tartalmilag én lényegében egy dologról szeretnék beszélni, amit a legfontosabbnak tartok, és az elmúlt 30 évet és a következő 30 évet szeretném összehasonlítani vagy megvilágítani, mert talán pesszimistán hangzik, amit mondok, és itt elnök úrral mindig, amikor megbeszéljük akár a politikai helyzetet, vagy bármit, akkor mindig én vagyok a pesszimista, és ő az optimista. És sajnos lehet, hogy néhány adat alapján úgy fog tűnni, mintha pesszimista lennék, de igyekszem majd olyan javaslatokat is megfogalmazni, amelyek azért más jövőképet festenek. Ha az elmúlt 30 évre nézünk ugyanakkor, akkor őszinte meggyőződésem, hogyha Magyarország ugyanazokban a keretekben fog maradni, mint amiben az elmúlt 30 évben éltük az életünket, akkor az nem vezethet máshoz, csak pusztuláshoz. És itt nem feltétlenül, amikor mondjuk a rendszer meghaladásáról beszélek, akkor nem csak arról beszélek, hogy a Fideszt le kell váltani, vagy a Nemzeti Együttműködés rendszerét meg kell dönteni, mert ennél sokkal nagyobb távlatokban kell gondolkodnunk, és alapvetően értékrendek alapján kell megközelítenünk a teendőinket. Az a felfogás, az a berendezkedés, az az elsősorban morális válság, amiben Magyarország és Európa az elmúlt 30 évben, de hogyha még nagyobb időtávra visszatekintünk, akkor talán még távolabbra is nyúlik ez a válság. Hogyha ebből nem tudunk kijönni, és ezt nem tudjuk megváltoztatni, akkor a magyar nemzet
kulturális értelemben gyakorlatilag fel fogja számolni saját magát. Elsősorban a demográfiai adatokkal fogok erre rávilágítani, másrésztről pedig a kulturális önazonosságunkról szeretnék még beszélni, és a legfontosabb, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy nem elég a mostani kereteken belül elmennünk a falig, hanem magukat a kereteket is meg kell változtatnunk, az emberek gondolkodását kell megváltoztatnunk, a hétköznapi életünket kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy újra egy gyarapodó nemzet lehessünk. És ez nem csak Magyarországra igaz, hanem sajnos egész Európa és az az európai értékrend, amit a keresztény Európa évezredek óta jelent, ez van válságban. Elsősorban a demográfia miatt, ennek következményeként zajlik most már Magyarországon is egy szervezett népességcsere, ami vezet el a nemzet kulturális önazonosságának is a felszámolásához. Először szeretnék a számokról beszélni, és utána az értékrendi kérdésekről. A legfontosabb kérdésnek tartom a demográfiát. Magam is 4 gyermek édesanyja vagyok, és ezt minden egyes ilyen és ehhez hasonló fórumon hangsúlyozom. Nem lehet más célunk, mint hogy a magyar nemzet lélekszámában gyarapodjon. Ha lélekszámában gyarapszik a nemzet, akkor ezt követően minden más kérdést meg tudunk oldani, a fenntarthatóságot, a gazdaság működtetését, a kulturális gyarapodást, minden mást, ugye? Ehhez az kell, hogy az úgynevezett teljes termékenység arányszám, tehát hogy egy édesanyja hány gyermeket hoz világra, az legalább 2,1 legyen, hiszen akkor mondhatjuk el azt, hogy növekszik a lakosság. Ha megnézzük azt, hogy hol tartunk ezzel kapcsolatban, akkor valóban elég bajós képet láthatunk. Magyarországon az elmúlt 10 évben sem sikerült demográfiai fordulatot végrehajtani, bár valóban történtek előrelépések, és ezt el kell ismerni, hogy a családpolitika jobb lett, mint előtte volt, és például a termékenységi arányszámban is történt elmozdulás, de az, hogy 1,2-ről 1,5-re el tudtunk mozdulni, az még nagyon messze van attól, hogy azt a bizonyos legalább 2,1-et el tudjuk érni. Ráadásul, és itt már egy értékrendi kérdés is megjelenik, a tudatos gyermektelenség a fiatalok körében most már egy hirdetett ideológia, aminek egyébként a hatásai számokkal is alátámaszthatók. Ha megnézzük, hogy 1990-ben, tehát nagyjából 30 évvel ezelőtt, a 30 éves nők körében hányan voltak gyermektelenek, akkor egy 13%-os adatot látunk, tehát nagyjából 30 évesen a társadalomnak az 1/10 volt gyermektelen, ami nagyságrendileg még mondhatjuk is, hogy elfogadható egyéni élethelyzetek, egészségügyi okok miatt. Mára, illetve hát egész pontosan 2020-ra, ez a szám 4-szeresére nőtt, tehát a 30 éves nők 56%-a gyermektelen Magyarországon. Egy nemzedék alatt ezt tették a magyar családokkal, a magyar nőkkel. Ráadásul, hogy még egy sokkoló adatot mondjak, 1990-ben a 30 évesek között több volt a nagy családos, mint a gyermektelen, most pedig ez az arány nem csak hogy megfordult, hanem 7-szerese, tehát 7-szer annyi gyermektelen 30 éves nő van Magyarországon, mint amennyi nagy családos. 30 év alatt ekkora pusztítást lehet egy nemzet életében tenni, akkor nekünk kell, hogy legyen reményünk arra, hogy 30 év alatt ezt vissza tudjuk fordítani, és akár 7-szeresére tudjuk növelni a nagycsaládosok, vagy legalább a gyermeket vállalóknak az arányát. A feladat tehát e tekintetben világos, hiszen az első gyermek megszületése marad el láthatóan, másrészt pedig a
a 2,1-es termékenységi arányszámot nem tudjuk úgy elérni, hogyha a családtámogatások a harmadik gyermekre összpontosulnak kizárólag. Itt a tudatos gyermektelenséget szintén behoznám, a KSH becslése alatt 30%-a a fiataloknak fog gyermektelen maradni, tehát ha eltűnnek a nagyon nagy családok a magyar társadalomból, a 4, 5, 6, 7, 8, 10 gyermekesek, akkor nem tudjuk a demográfiai helyzetünket megfordítani. Tehát családpolitikailag az első gyermek megszületése az, amit támogatni kell, illetve a nagyon nagy családok, akár a főállású anyaság, főállású szülőség bevezetésével. És itt az értékrendre azért mégiscsak kitérnék röviden. Mert sokszor kérdezzük a gyerekeket, sokszor beszélünk a fiatalokról, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek, ők ki mi szeretne lenni, focista, állatorvos, színész, bármi. De azt nagyon ritkán kérdezzük meg tőlük, hogy hogyan készülsz arra, hogy te édesanya leszel, vagy édesapa leszel. Pedig az életüknek legalább annyira fontos része, legalább annyira fontos döntése, hogy ők gyermekeket fognak nevelni, és erre igazából senki nem készíti fel őket, sem a család, sem az iskola. Sőt, az iskolákban, meg egyébként a médiában mi egy védekező pozícióban vagyunk, mert arról kell beszélnünk, hogy az LMBTQ ideológiákat ne engedjük be egyáltalán a gyerekeink fejébe gondolkodásába, holott nekünk aktívnak kellene lennünk a tekintetben, hogy felkészítjük őket arra, hogy te szülő leszel, és hogy ez mit jelent. Mert hogy az apa, meg az anya, az jelent valamit. Ahogy az is jelent valamit, hogy magyarok vagyunk. Ennek kőkemény jelentése van. Ha én elkezdem itt most mondani, hogy tüzesen süt le a nyári nap sugára, akkor mindenki tudja folytatni. Azért, mert mi magyarok vagyunk. És ez jelent valamit. Nekünk van örökségünk, van történelmünk, van kultúránk. És a családjainknak is az a feladata, hogy ezt továbbadjuk. Mert minket is megtanítottak erre. Minket is megtanítottak erre a szüleink, a tanáraink, és nekünk édesanyaként, édesapaként az a feladatunk, hogy mi is továbbadjuk ezt a gyermekeinknek. Csodálatos történelmünk van, csodálatos történelmi nagyjaink, gyönyörű, gazdag kultúránk. Nem kell kreálnunk magunknak, nem kell kitalálnunk. Itt van. És mégis nem adjuk át a fiataljainknak. Nem ez az, ami az ő mindennapjaikat áthatja, hanem a külföldről érkező, például LMBTQ ideológia, a közösségi médiákból rájuk eső értéktelen szenny, az, ami felneveli a gyerekeinket, az algoritmusok, a gagyibnál gagyib tartalmak, miközben itt vannak az értékeink. És ezért nagyon fontos tudatosítani, hogy minden egyes embernek, mindegyikünknek nem csak értelmiségiként, hanem édesanyaként, édesapaként, a saját ismerősi körünkben is szerepünk, feladatunk, küldetésünk van. És ezért beszélek arról, hogy ez a mai nap túlmutat egy pártnak a keretein, és a Mi Hazánk mozgalom nem véletlenül viseli a nevében is azt, hogy mozgalom, mert nem csak szűk értelemben vett pártpolitikai feladatokat szeretnénk ellátni, ez is egy része nyilván, és egy nagyon fontos része a mi munkánknak, de ennél sokkal távlatosabb terveink vannak. A magyar nemzetet szeretnénk megmenteni, és újra gyarapodó pályára állítani ezt az országot és az egész nemzetet, mert ez az értékrendünkből, az elkötelezettségünkből következik. A demográfiával kapcsolatban, hogyha megkérdezik a fiatalokat, hogy ők miért nem vállalnak gyermeket, akkor elsődlegesen a pénzt és az anyagiakat jelölik meg okként. Meggyőződésem, hogy bár ebben van igazság, mégsem akkora szerepe van a konkrét döntések meghozatalában, mint amit mondanak.
De nagyon szeretik a magyar fiatalok azt mondani, hogy hát majd akkor vállalunk gyereket, ha olyan béreink lesznek, mint amit a németek keresnek mondjuk. De ha megnézzük Németországot, ahol német béreket keresnek, német bérszínvonalon élnek az emberek, ők sem vállalnak gyermeket. Nyugat-Európa ugyanúgy demográfiai válságban van, mint Magyarország. Tehát önmagában a pénzkérdés nem fogja a családpolitikát megoldani, egy társadalmon belül viszont érdemes megvizsgálni azt, hogy az adott család életében mekkora anyagi terhet jelent a gyermekvállalás, hiszen az, hogy például az 1,2-ről 1,5-re sikerült elmozdulni Magyarországon, az nyilván a családpolitikának, a családtámogatások növelésének is a következménye, de önmagában tévhit azt gondolni, hogy ez kizárólagosan meg fogja oldani a demográfiai helyzetünket. És számos olyan téma van még ezzel kapcsolatban, amelyekről hosszan most nem szeretnék beszélni, de az is tény, hogy az anyák életkora, illetve ennek kitolódása az első gyermek megszületésekor az elmúlt 30 évben történt meg, és erre semmilyen politikai válasz nem érkezett. Nem követte le a magyar politika azt, hogy kitolódik az édesanyák életkora az első gyermek megszületésekor, és egyébként a szülőképes korú nők száma is csökkent Magyarországon, és tovább fog csökkenni a következő években is, amik miatt még rosszabb mutatókra számíthatunk. Ezeknek ugye egyenes következménye az elöregedés, itt már a fenntarthatóságról is kell beszélnünk, mert az is őszinte meggyőződésem, hogy a fenntarthatóság elsődleges tényezője maga a demográfia, hiszen beszélhetünk bármiről, hogyha nem tudjuk lélekszámában fenntartani a nemzetet, akkor semmilyen más gazdasági tényező vagy GDP adat teljesen mindegy lesz a tekintetben, hogy ezt nem tudjuk megoldani. És itt szintén egy KSH előrejelzéssel szeretnék sokkolni megint mindenkit. 2019-ben a 65 év felettieknek az aránya 14% volt Magyarországon, és a KSH becslése szerint 30 évvel később, tehát durván 30 évvel később, 2050-ben nagyságrendileg meg fog duplázódni, tehát 27%-ra fog növekedni, miközben a gyermekek aránya egyébként 19%-ról 13%-ra fog csökkenni. De nem szeretnék túl sok adatot mondani, csak világossá szeretném azt tenni, hogyha minden így megy tovább, ahogyan az elmúlt 30 évben zajlott, akkor 2050-re Magyarország egy 8,5 milliós nemzet lesz, a pesszimista forgatókönyv szerint még alacsonyabb lélekszámmal, és nagyjából 40%-a lesz a lakosságnak az, akit el kell tartani. Ez nyilvánvalóan nem egy fenntartható társadalmi modell. Radikális és azonnali beavatkozásra van tehát szükség, mert nincsen még 30 évünk arra, hogy ezt a trendet megfordítsuk, és elsősorban a szemléletbeli változás az, amiben igazán hiszek, hogyha az emberekben sikerül tudatosítani, hogy mik azok a kihívások, amelyekkel nekünk most a 21. század elején, első felében szembe kell néznünk. Az előző században ugye két világháborúval, 56-os forradalommal is szembe kellett nézniük az akkori magyaroknak. Bizony szó szerint élethalál kérdése volt, a férfiakat elvitték háborúba, a forradalomban az orosz tankok legyilkoltak magyar embereket. Nekünk, hála Istennek, egyelőre legalábbis a területünkön háború nem folyik, viszont vannak olyan kihívások, amelyekben szintén előrelépést kell mutatnunk ahhoz, hogy a magyarságot meg tudjuk menteni, hogy egyáltalán beszélhessünk fenntartható államról és kulturális értelemben vett magyar nemzetről. Egy nagyon friss, és talán ez az utolsó adat, amiről szeretnék beszélni, Csatmagdolna professzorasszony hívta fel a figyelmemet erre a héten. A népességfogyás mértéke ugyanis a tavalyi évben egészen kiugró
nagyságrendileg 90 ezres számot mutatott, ami azért nagyon érdekes, mert általában 40 ezerrel szokott egy évben fogyni a lakosság, a tavalyi évben viszont 90 ezerrel fogyott, és ez nem is feltétlenül a halálozás és a születés szám körében megmutatkozott változás. A természetes fogyásunk az nagyjából 50 ezret indokol, tehát vélhetően egy nagyon radikális elvándorlási mutató az, ami a tavalyi évben jelentkezett Magyarországon. Tehát majdnem annyi elvándorolt ember mutatkozik meg a KSH statisztikáiban, amennyi a természetes fogyásunk. Tehát így az össznépesség fogyásunk a duplájára nő az elvándorlás miatt. És amikor a lakosságcseréről beszéltem, akkor éppen erről beszéltem. Mert látjuk azt évtizedek óta, gyakorlatilag az Európai Uniós csatlakozás óta, hogy magyarok elvándorolnak, és egy új jelenség, viszonylag új jelenség, hogy vendégmunkások érkeznek eltérő, messzi kultúrákból, akik nem keresztények, nem a mi szabályaink, nem a mi törvényeink szerint élnek, és bizony havonta ezres nagyságrendben megjelennek, elsősorban vidéki városokban, de Budapesten is úgy gondolom, hogy érzékelhető a számuk. A kormány tervei szerint 10 év alatt 500 ezren fognak érkezni Magyarországra, Dél-Ázsiából, Közép-Ázsiából, ki tudja honnan vendégmunkások, miközben évente, legalábbis a tavalyi évben nagyjából 40 ezer magyar vándorol nagy rész Nyugat-Európába, vagy még messzebb. Ez a lakosságcsere, ez vezet el oda, hogy egyrészt a magyar munkabéreket tartósan alacsonyan fogja tartani, hiszen ezeknek az embereknek nincsen munkabér pozíciója, nincsen igénye egyáltalán arra, hogy ők bármiféle munkavállalói érdekképviseletet tudjanak foganatosítani, ezáltal nyilván a magyar munkavállalók is rosszabb helyzetbe fognak kerülni, és vándorolnak tovább nyugatra, miközben százezres nagyságrendben érkeznek hozzánk a különböző más kultúrájú, alacsony igényszinttel megáldott vendégmunkások. Ez nem lehet az a jövő, amire mi Magyarországot alapítanánk, amire mi Magyarország jövőjét alapoznánk egyáltalán, de ahogy megbeszéltük a gazdaságpolitikai jövőképről, inkább elnök úr fog beszélni, és annyit azért kitekintésként hadd mondjak el, hogy nem véletlen, hogy a Hangya Szövetkezet alapítójának a könyvét adjuk mindenkinek ajándékba. Én magam is most fejeztem be az olvasását ennek a könyvnek, és nagyon tanulságos, és ott például egy konkrét példát keresztül láthatjuk, hogy hogyan lehet a társadalmi önszerveződést sikerre vinni, mert nem szeretném a poént lelőni a könyvvel kapcsolatban, de annyit azért elárulok, hogy a hangya sem kormányzati szintről érkezett, sem kormányzati támogatással alakult. Akkor kezdte el a kormány támogatni, amikor már sikeres volt, tehát egy konkrét példa arra, ami értékrendjében is, és gazdasági modell tekintetében is itt van a szemünk előtt, hogy hogyan lehet a társadalomban elindítani egy szemléletváltást, és azt egyébként sikerre vinni. És ez is őszinte meggyőződésem, hogy a mostani magyar társadalomban is óriási igény lenne erre, hogy biztonságos élelmiszert, a magyar emberektől származó élelmiszert eljusson a magyar családoknak az asztalára, és ennek a megszervezése, nagyon örülök, hogy erről a területről is többen egyébként a vendégeink, mert ez az a gazdasági modell és jövőkép, ami megvalósítható, és el tudja hozni azt a biztonságot, kiegyensúlyozottságot, megélhetést a magyar családoknak, ami jövőképet is teremt számukra, és ez elhozhatja reményeink szerint a demográfiai fordulatot is. A népességfogyás kapcsán még egy területről szeretnék beszélni, ez pedig az életmódnak a kérdése.
Mert ez is egy olyan terület, amelyben sereghajtók vagyunk számos tekintetben, és mégsem történt semmi az elmúlt 30 évben kormányzati szinten. A magyar lakosságnak a kétharmada túlsúlyos vagy elhízott, a 15 éveseknek az egy negyede. Európa második legelhízottabb nemzete vagyunk évtizedek óta. Saját bevallása szerint soha nem sportol a lakosságnak az 59%-a. Ha hozzáveszük azt is, aki azt mondja, hogy ő nagyon ritkán sportol, zárójelben megjegyzem, hogy szerintem az is a valójában soha, akkor az emberek háromnegyede az, aki soha semmilyen fizikai aktivitást nem végez. A Covid lezárások miatt ez a helyzet még rosszabb lett, akkor még többet híztunk, még kevesebbet sportoltunk, még többet nassoltunk. Ezeknek a nagyon súlyos egészségügyi következményei azok, amelyeket szerintem a saját környezetünkben is látunk, de hát az össztársadalmi helyzetben is megmutatkozik. Mert Magyarországon a három legfőbb halál ok az életmóddal függ össze. A legtöbb ember olyan betegségekben hal meg, amelyek megelőzhetők lennének akkor, hogyha tudatosabban élnék a mindennapjaikat. Nem gyógyszereket kellene szedni, nem a gyógyszercégeket kellene gazdagítani, nem akkor kellene a magyar embereknek orvoshoz menni, amikor már probléma van, hanem ezt is a gyerekeinknek átadhatnánk, hogy tudatosan vigyázzon arra az értékre, amit ő kapott, nem csak a lelkére, hanem a testére is. Mert valóban, hogyha kevesebbet dohányoznánk, többet mozognánk, tudatosabban táplálkoznánk, akkor a diabétesz, a koszorúérbetegségek, a daganatos betegségek nagy része, többsége megelőzhető lenne. És ez is, ha valaki kormányoz Magyarországon, rendkívül kicsi erőfeszítésekkel óriási eredményeket lehetne elérni, hiszen egyébként azokon a területeken, ahol nagyon rossz helyzetből indulunk, ugye ott könnyebb már bármilyen előrelépést bemutatni, mégsem történt semmi az elmúlt 30 évben arra vonatkozóan, hogy Magyarországon a magyar lakosság egészségi állapota jobb legyen. És ezáltal egyébként ez visszaköszönne a gazdaságban is, visszaköszönne az egészségügyben megtakarított források tekintetében is, és egyáltalán munkavállalóként is a termelékenységet is tudná javítani, hogyha a lakosság egészségi állapota jobb lenne, nem beszélve a halálesetekről. Mégsem született az elmúlt 30 évben semmilyen stratégia erre vonatkozólag. Óriási hiba. És akkor végén egy nagyon kicsit még az értékrendről szeretnék beszélni, mert valóban az Isten haza család hármasa talán az, amely azt a leginkább kifejezi röviden azokat a vezérelveket, amelyek alapján a mi életünket élnünk kellene. És itt megint nem feltétlenül a pártpolitikáról beszélek, hanem arról beszélek, hogy mit szeretnénk egyáltalán kezdeni az életünkkel, mit szeretnénk adni annak a közösségnek, amelyiknek a tagjai vagyunk, és mik azok az értékek, amelyeket a saját környezetünkben, vagy azoknak az embereknek a körében, akikre hatással vagyunk, át tudunk adni. Magyarország keresztény ország, egy családszerető nemzet vagyunk, a nemzeti önazonosság tudatunkat semmilyen hódítás, semmilyen elnyomás nem tudta elvenni. Nekünk ezek olyan értékek, amelyeket a 21. században is meg kell védenünk. És lehet, hogy most nem katonailag támadják meg, nem katonailag foglalják el Magyarországot, és írják bele a tankönyvekbe azt, hogy mit kell tanulniuk a magyar gyerekeknek, hanem elsődlegesen sajnos a média területére tevődött át a gyermekeink lelkéért folytatott küzdelem. Ez egy teljesen újszerű és új megoldásokat is kívánó küzdelem részünkről, de éppen az az értékrend, amit vallunk,
az Isten, a haza, a nemzet közössége és a család az, amely védőpajsként tud szolgálni, mert ez szolgált védőpajsként az elmúlt évszázadok során is számunkra minden egyes elnyomással szemben, és ez az, ami most is meg tudja a gyermekeinket védeni, hogy tudják, hogy kik ők. Mert valójában ez az értéktelenség, ez a kultúra nélküliség arról szól, hogy mindenki egyforma fogyasztó legyen. Hogy lezülleszik a gyerekeinket erre a szintre, és a központi érték a pénz és a fogyasztás legyen. Ez az, amivel szemben nekünk meg kell tudnunk védeni őket, és ha ők tudják, hogy kik ők, tudnak válaszolni erre a kérdésre, hogy ők a magyar nemzet tagjai, és tudják, hogy ez mit jelent, és tudják, hogy ők egy családhoz tartoznak, és tudják, hogy ez mit jelent, akkor semmilyen eszközzel, semmilyen módon nem lehet kizökkenteni őket abból az önazonosság tudatból, ami aztán az ő és egész Magyarország jövőjüket szépé, szebbé, gyarapodóvá fogja tenni. Mert ha megmondjuk nekik azt, hogy mit jelent az, hogy magyar, ha megmondjuk nekik azt, hogy az anya és az apa, a család mit jelent, akkor lesznek olyan támpontjaik a jövőjükben, amelyek alapján el fognak tudni igazodni, és amely alapján szilárdan fognak állni az értékek oldalán. Meg kell tudnunk tanítani azt, hogy mi az, ami értékes, mi az, ami értéktelen, és hogy legyenek büszkék arra, amiük van, mert igenis egy győztes nemzethez tartoznak, és nekünk is meg kell tennünk a tőlünk telhetőt ahhoz, hogy a következő évszázadban is győztes legyen a magyar nemzet. Köszönöm szépen a figyelmet!